Na kis kezit csókolom, sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, Paplovag vagyok, és az Xbox Game Pass for PC felajánlásával kaptam a havi kódot. Így elmondhatom nektek, hogy folytatjuk a Lightyear Frontier nevezetű játékot, és ez a játék úgy látom, hogy már most bekerült egyébként az Xbox Game Pass for PC-be, szóval, hogyha rendelkeztek Xbox Game Pass-szal, akkor már tudjátok is gyakorlatilag játszani a játékot, hogyha emlékeztek, gyakorlatilag itt hagytuk abba a mókát, ez egy szuper farmolós, szuper chilles kis game, ahol kisállatokat lehet etetni, festegetni lehet, bányászni lehet, és igazából mindent is lehet. És mint mondtam, beszéltünk még utoljára arról, hogy be fog kerülni a Game Pass-ba, ez be is került, szóval most már bizony tudjátok ezt játszani, hogyha szeretnétek. És nézzük, hogy hogyan állunk ezzel az egészen. Bármi probléma lenne, a streammel nyugodtan írjátok meg, mert az az igazság, hogy valami történhetett, mert összeszarta magát a videókártya szerintem. Mert az a extra sexy dolog történik éppen benne, hogy valamiért a 2K-s monitorom az most már csak 1K-sra. Szóval 1080p-re állítja át, és nem tudok vele semmit csinálni. Ó, ezzel répát tudok ültetni. Hát végül is. Van nekünk egy ilyen teljes új cuccunk. Ültetünk egy kis répát. Abból a berryből már bőven elég van. Ide ültetünk búzát. Ide is búzát fogunk ültetni. Szia Csabám! Jó, ide ültethetünk ilyen poliberryt. Annyira nem szeretem a poliberryt. És az az igazság, hogy... Aha. Utoljára megtámadott minket a rák. Ez az az igazság, hogy... Hogy a búza, azt néztem, hogy körülbelül semmire nem jó, de még egy adagot le fogunk ültetni belőle. Csak azért, hogy elmondhassuk, hogy jó van, ültettünk búzát is. Valószínűleg el kell majd mennünk még vízért. Mert ez nem lesz elég a teljes földnek. Szerintem most már egész szép számmal ültetgetjük a dolgokat. Túl is vagyunk terhelve. Valószínűleg kéne csinálnunk egy új ládát, hogy ez jó legyen nekünk. Szeva Csaba! Szia Csaba! Az van, hogy ez a játék, mivel már benne van az Xbox Game Pass-ban, lehet, hogy majd körbe fogom udvarolni idővel egy-két cimborámat, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk együtt a multiplayer részét, illetve megnéznénk azt, hogy van-e lehetőség multiplayerbe játszani egyébként az Xbox Game Pass-osoknak és a Steam-eseknek egyaránt. De hogyha nincs, akkor egyébként miért ne lehetne egy multiplayer sorozat, meg egy single player sorozat. Szóval én még arra is nyitott vagyok, hogy kezdjünk egy újat, úgyhogy együtt játszunk a címbikkel. Mire akarsz rávenni már megint? Belekerült az Xbox Game Pass-ba, Csabám, ez a game. És azért gondoltam, hogy ez akár érdekelhet még titeket. Szóval mondhatni, hogy erre. Mert ha jól tudom, ezt akár négyen is lehet nyomni. Kis chilles. Egyébként az, ez tipikusan az a játék, ami mellé régen tömtem egy jó vízipipát, és itt elvoltunk 6 órán keresztül is csináltuk a hülyességeket, teljesen ezt a vibe-ot érzem belőle. Ilyen nézőszámot se láttam még 10 éve. Hát figyú, ilyenkor nem szoktunk egyáltalán ezen a napon streamelni. Szóval teljesen értető, hogy nem vagyunk még 100-an se. Mindamellett nem is főjátékot játszunk. Édesanyámnak ma lesz a születésnapja, illetve tegnap volt, és ma ünnepeljük meg. Ezért tök máskor streamelünk. Hát 5-kor kezdünk hivatalosan. Ilyenkor a nézőknek a 90%-a munkában van, Kertex. Szóval emiatt én nem problémázom, meg egyébként sem a nézőszám miatt streamelek, hogyha amiatt streamelnék, akkor ennél is stresszesebb dúd lennék, az meg azért már sok lenne.
Azt mondja, hogy hardwood, egyebek. Nézzük csak, kiszállunk. Hoppá. Így szépen kiugrunk. Nem azért csak nosztalgikus, mikor árközben úgy beszélgettünk, mint egy család. Hát figyú, egyébként sem szokott Kertrex annyira durván pörögni a cset, akkor sem, amikor itt vagyunk mondjuk, nem tudom, 300-an. Szóval nem tri. Lesz a GT 5 RP este. Botond, úgy szeretlek téged, mint a sót a sivatagba. Nem lesz. Édesanyámnak lesz a születésnapja. Benn leszek Pesten, nem érek sajnos. Az a pedig pont ma lesz a temetés a szegény Maxinak. Szóval egyébként szívesen RP-ztem volna, de értelemszerűen a család az első. Ide softwood kell majd nekünk. Mindenképpen kéne egy nagyobb láda. Oh jeez, furnace color mixer. A color mixert azt... Nem csináltunk, csak én elhittem. Ez a color mixer. Ilyet nem látok, szóval lerakjuk ezt is. Ebben meg clay kell, hát a clay azt még nem is ismertük, szóval ezt itt megint beraknánk. El kell mennünk majd kőír. Nézzük, hogy van egy gyom. Gyom nincs, viszont itt már vannak kézbúzák. Szuper. Na nézzük, kell nekünk láda. És most már van ilyen barrel, nem tudom, hogy egyébként ez a barrel, ez oda nekünk majd bármi extrát. És értem itt az extra alatt az, hogy nagyobb területet. De egy biztos, hogy ebbe a másikba viszont bele tudjuk pakolni a nehezebb dolgokat. Itt a szén, a kő, egy csomó festék, amire most nincs szükségünk. És lehet, hogy csinálok még egyet. Akár még van. Ezt el tudom képzelni, hogy csinálok egy jó koktélt és közben toljuk. Ugye Csaba? Én is úgy vagyok vele, hogy egyébként ezt egy baráti társaságban, itt lenne Péntek is, aki közben elalszik, meg minden. Ez szerintem pont olyan, amit így jól lehet tolni. Megjött a mörcsöm. Szóval meglátjuk valamikor, hogyha esetleg letöltöd, akkor rápróbálunk streamen kívül, hogy egyáltalán működik-e úgy, hogy a Xbox PC Game Pass-szal. Meg jó magam ma. A kaját azt visszük. Így. Na most nagyon tele vagyunk. Most kell elmennünk. Softwood meg hardwood az, ami szükség. Szívesen jönnek én is, csak lefüstölt a videókárnyám. Én attól félek, Walkló, hogy szépen lassan az enyém is lefog, mert mint mondtam, egyre érdekesebb dolgokat kezd el generálni nekem ez az Intel videókártya. És félek, hogy már nem húzza sokáig. Szóval nagyon kacérkodok a gondolattal, hogy idővel, hogyha majd úgy állok, akkor elkezdek spórolni és venni egy videókártyát. Van egy eladó 2080 Ti-jom. Hát egyébként, ja, valami ilyesmire fog valószínűleg telni. Egy Intelre. Valószínűleg, vagy mi az Nvidia-ra, valószínűleg vissza fogunk menni ugyanarra, amit régen használtunk. De majd megnézem, hogy mi az, ami az adott technológiát tudja, mert hát igazából ez úgy lenne jó, hogyha az is enni az AV1-et. Az meg már a 4-es széria. Olyan videókártyám nincsen még a gamergépben sem. Szóval, meglátjuk. Valamit összehozunk idővel. Annak örülnék, hogyha kijönne egy szuper driver ez a Intel videókártyához is összeszedni magát. Egy 70 Ti szuper. De gondolom, hogy ez ilyen 400 ezer környékén van. Az a baj, hogy tudod most, ha lenne 400 ezrem, nem lenne 400 ezrem. Akkor tudod, mi lenne? Nem lenne hideg az irodába, vagy nem lenne túl meleg az irodába.
szóval meg tudnám csinálni a tetőnek a szigetelését, akkor lenne egy tűzrakó a kertbe, hogy tudjunk jó kis izéket, bulikat csinálni hétvégén. Szóval most úgy érzem, hogy amíg ez működik, ez az utolsó, amire én költeni akarok. Jó. A piros kolbász már megvan. Ez milyen fajta fa lehet? Nézzük meg. Large pine. Softwood. Nagyon jó. Erre szükségünk van. Szóval ebből akkor nyírbálunk. Softwoodra, meg hardwoodra van szükségünk. Szia, Gerus! Ha van kedved bíberődni a tűzrakóval, és haverokkal te építed össze, lehet tudok termésköveket szerezni hozzá. Hát az van, hogy én már kinéztem és kaptam a szüli napomra egyébként izét. Mi az ilyen kis támogatás? A srácok beszálltak 50 000-re, és én már kinéztem bókló, de ha tudsz szerezni ilyen terméskövet, meg kell nézni, hogy az mire jó a terméskő. Mert hogyha például abból lehetne építeni izét, kemencét idővel, akkor azzal én tök jól elbíbelődnék, hogy nem tudom, de 10 év alatt megépítem, hogy legyen kemencénk, de lesz kemence. Nem tudom, mire jó a terméskő pontosan. Az a baj, nem néztem nagyon utána, sose voltam egy ilyen nagy DIY arc, aztán most már egyébként lennénk. Mert most már van hova. Salvator, nagyon szépen köszönöm az 50. havi támogatást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Azt mondja, hogy még 5 kiló fér be hozzánk. Hát azt tudjuk, hogy itt a softwood van. Meg ezek a fura izé-bizé. Szóval először ezt így szépen kivágjuk, és megnézzük, hogy a softwoodból mi mindent tudunk csinálni. Mind a mellett, hogy építünk majd. Jó, most már elindulok visszafele, mert most még gyorsak vagyunk. Szóval mind a mellett fogok ültetni majd még ebből, hogy legyen. Azt meg lehet, hogy beszívom egy kis pénzért, hogyha még nem terhel túl. Mizu, minden rendben van, nagyon szépen köszönöm. A mai nap megjött a szülinapi ajándékom tőletek. Ha jól emlékszem, Dark Freedom vásárolt nekem a Trón nevezetű oldalról. Van egy ilyen oldal, ahol fenn vannak olyan ajándékok, amiknek örülnék, és gyakorlatilag születésnapomra kaptam onnan egy csomó mindent tőletek. Kaptam érbrást, és most kaptam 2 darab ilyen Warhammeres seregtoldalékot, amivel még jobban tudok játszani, sőt egyébként van egy egész kill team, amivel elméletileg egy újfajta Warhammer játékot is tudok játszani, és ezekre mentem most el. Meg voltam a izébe, voltam az automosóba, ahol ki van írva, hogy tudják tölteni a klímát, mert hát nem nagyon hideg, és mondták, hogy van egy olyan probléma, miután megnéztük, hogy hát 1000 gram megy bele az autóba, és annak az ára az 100 000 forint, és meg kell nézni, hogy egyébként van-e benne és elfogyott, vagy egyébként nincsen benne, és lyukas, és amiatt elszökik, szóval sok mindent kell majd arra is költeni, sajna. Na, hát egyedül ehhez kellett. És ez mi? Ja, itt csak látom előre, hogy mi a helyzet. Ó, és 16-án pedig jönnek a izék. A gyomok, azt is látom. De jó, jól van, ez jó pofa. Kis weather station. Jó, most már tudjuk, hogy hardwood kell nekünk, viszont a hardwood az a rohadtból. Első körben. Az ültetős divel. Ültetünk némi fát. Meg is öntözzük szépen. Nyitni. Nem írja, hogy ezt már öntözni kéne, lehet, hogy ők már így jól vannak. Azt a kék virágot, azt lehet tudom locsolni.
Látjátok, itt már nem írják, hogy kellene víz. Itt viszont újra meg kell locsolni mindent, úgy látom. Szóval megint megyünk egy kis vizet szívni. Rendben, akkor utána nézek a termésköveknek. Jó, jó, jól van, Bokló. Én meg utána nézek majd, ha nem felejtem el, hogy egyébként mi a retekre jó a terméskő. Mert sokat hallottam róla, hogy terméskőből építette valami, de hogy egyébként mi mindent lehet belőle építeni. Mert hogyha más nem, lehet, hogy jó arra, hogy mondjuk a kertbe építsek belőle, tudja a tököm magaságyás, vagy tényleg nem tudom, mire jó a terméskő. Ha meg a szállítás kérdés még, mert tudod, ezek a kövek, ezek olyan nehezek, mint a szar, hogy mivel lehet elhozni, mert gondolom, hogy a izébe, a Ionicba az nem fog izé belemenni. Ó, a picsámba van. Szia, kocs, szervusz! Hopp, hopp, hopp. Szépen felszívjunk. Mert tovább az öntözés. Tényleg ebből esett ki nekünk cucc? Igen, nagyon jó. Csináljuk a további őrös kristályokat, mert úgy emlékszem, még kell valamihez. Így van, ez elég is volt ahhoz. Itt már tényleg csak hardwood kell, itt majd kell találnunk agyagot. Az van, hogy agyaggal egyébként egyáltalán nem találkoztunk még, szóval az egy nagy kaland, ezt hogy egyáltalán megszerezzük, mert hogy azt se tudjuk, hogy hogy néz ki. Lehet, hogy az majd valamilyen új területen lesz. Én azt is el tudom kérdezni. Ez is hardwood, hogyha jól emlékszem. Szóval, jaja, kell a hardwood. Megnézzük, hogy mit tudok még lepakolni. Hogy újra ne legyünk túlterhelve. Softwood wood. Az aluminium rod. Ez meg betelt. Ez is betelt. Jó, mennyi helyünk van? Nem túl sok, mert kevés. Jó, nem baj. Ennyi kemény fa biztos elég lesz, szóval elindulunk oda a táborba, úgy emlékszem, hogy az jó lehet. Az is lehet, hogy 110 alkalommal mentél el mellette. Ez nagyon nagy esélye lehet, sőt az is lehet, hogy egyébként ez az, tudod. Itt lehet, hogy ez kurvára agyag. Csak nem tudunk róla. Főleg, hogy egyébként írja, amikor bemegyünk egy új területre, hogy itt már mondjuk kiszedtél 5 resource-ból 3-at. És akkor még kell lennie 2-nek, amire nem tudod, hogy mi az. Szóval ezek mindig ilyen nagy kérdések maradnak a fejünkben. És kacok, valószínűleg a mai menetrend egyébként többszörösen fog változni, mert ott is, hogy nem találtunk Huntra a harmadik embert. Szóval valószínűleg helyette Heroes of the Storm-ozni fogunk. Azt néztem, hogy hiába szeretem én a Dark and Darker-t, nem nagyon nézitek, illetve Twitch-en még valamennyire nézitek, viszont YouTube-on nem nézik vissza az emberek, szóval valószínűleg a Dark and Darker-t azt nem fogjuk annyira erőltetni. Nem rossz játék egyébként, de tényleg egyébként rengeteg fasság van benne, ami miatt nem túl balanszos. Viszont a Heroes of the Storm-ot azt szintén nem nézitek, de nem annyira durván kevesen, hogy azt mondja, hogy hát akkor ne is játszunk vele. Szóval még látom, hogy talán egyszer valakit fog érdekelni, onnan is látszik a lelkesedés, hogy oda már többször is volt az, hogy szereztünk teljes csapatot is, ami tök jó, mert nem gondoltam volna, hogy egy ilyen régóta úgymond meghalt játékban még mindig van. Szóval 3 órától 5-ig izé lesz. Heroes of the Storm. Nem értem, miért nézik kevesen a Huntot. Nem a Huntot, a Huntot azt jól nézik. Arra csak nem találtunk most harmadik embert, és nincsen kedvünk. Sima wood. Nincsen kedvünk csak úgy ketten duózni. A izéről beszéltem. A Dark and Darker-t. Dark and Darker-t nem nézik. A Huntot azt nézik, hogy ez normálisan. És azért meg kurva jól lövök. Ilyen nagy fákat ültetnék egyébként oda. Meg YouTube-on egyébként főképp csak a izét szeretitek, az RP-t.
így egyébként kb. Azt éri meg oda streamelni. Viszont ettől függetlenül mindent szeretnénk, meg én nagyon szeretem ezeket a túlélős játékokat, és emlékszem én arra, amikor még az első nagy ezerfős nézettség, ez még nem RPO volt, hanem ez bizony az Ark volt, és utána a túlélős játékokat is annyira szerettétek, és tök örülnék, hogyha egyszer vissza tudnánk menni abba az érába, amikor újra túlélős játékok lesznek, ami nagyunk. Az a vicc, hogy a tegnapi Darker annyi megtekintés van, mint a Heroes of the Storm. Igen, ezt mondtam Artemis, hogy fura nekem, mert a Heroes of the Storm az tök régi játék, és úgymond annak le is főtt a kávé, és mégis többen nézik meg, mint az új Dark and Darker. És egyébként én szeretem a Dark and Darker, de nem annyira, hogy emiatt azt mondja, hogy jó, akkor pazaroljuk rá az időt. Értelemszerűen ettől ez még nekem a főállásom, és érdemes figyelni arra, hogy mi az, ami igazán érdekel titeket. Régi Ark streamek Szefivel, Péntekkel, Redalinnal, Zekivel, Linával, Bexel, Csabáékkal. Nagyon jó idők voltak azon. Én is imádom, vicces momentek, meg amikor nincs nagy harc, a PvE is szórakoztató. Uh-huh. Igen. Nem baj. Viszont itt van Artemis, az azt jelenti, hogy akár jó is lehet. Öttől nektek jó, hogy nyomjuk a Heroes of the Storm-ot? Mert láttam Munát is. Nem öttől, háromtól, fasságot mondok. Mert akkor háromtól ötig, akkor már egyből vagyunk négyen. Mondjuk még az Ark is más volt. Más volt az Ark, meg nagyon új volt. Akkor nem nagyon voltak ilyen minőségi túlélős játékok. Az Ark volt szerintem az első ilyen, ami ilyen teljesen lebilincselő volt. Rohadtul összetett. Elég jó volt. Rextémelés óráig. 8 óra volt azt hiszem betémelni azt a kurva dinót. Hontalan csöves vagyok. Ez azt jelenti, hogy ráérsz, vagy ez azt jelenti, hogy sajnos nem, mert a híd alatt nincs net. Az megvan, hogy itt volt Hardwood mellettünk, és én elmentem a világ végére. Most már ezt is tudjuk. Meg amikor még megjelent a Battlefield 1. A Battlefield 1, arra emlékszem, mert akkor még egy ilyen nagyon szar videókártyám volt, és nem tudtam streamálni, mert szaggatott, mint az állat. De jaj, rémlik, amikor le lehetett robbantani azt a tornyot ott középen, és el voltunk ájúva. Jézusom, átalakul a pályám, felrobbantottuk a tornyot, és aki benne volt, az is felrobbant, aztán, ami történt-e. Ja. Rémlik. Nézzük, megvan ez a bármi. Ja, bazd meg, hogy ez csak egy dísz, és én jól ide raktam. Jaj, de jó. Hát megértem mind az 50 fámat. Na nézzük. Ebbe mennyi fér? 60 fér bele, és ebbe szintén 60. Szóval igazából kurvára tök mindegy volt, hogy melyik ládát építjük. Ez nem egy új láda, amiben több fér, hanem csak egy máshogy kinéző láda, ami ugyanannyi. Na hát ennek például egyáltalán nem örülöm. Viszont legalább a csávónak tetszik az új dekoráció. Na itt a Color Mixer, tudunk kék meg piros festékből lilát csinálni, nagyon fontos. Jó! Megvan a hardwoodunk. Amire nekünk szükségünk lenne, az a clay. Nagyon jó kérdés, hogy egyébként a clay az honnan a fenéből van. Mert nekem nem rémlik, hogy találkoztam volna clay-jel. A fákat, azokat kiszedjük, mert elültetjük. Ez betelt. Oké, a kicsi fákat meg kell öntözni? Nem kell, azok már nőnek maguktól.
Érdekes, hogy ezt meg kell öntözni, mert szerintem ez már kész van. A répa az nem biztos, de... Így van, ez a wheat, ez már kész van. Ja, a répának még kell egy nap. Aha, ott van némi virág is. Kell jönnünk, hogy honnan jön az agyag. Meg remélem ti emlékeztek, hogy hol kellett upgrade-elni a cuccunkat, mert én kezdem elfelejteni. Itt kellett upgrade-elni? Meg kell nézni, hogy mi kell hozzá. Vacuum harvesterhez répaolaj kell, meg réz. Aha, valami rémlik, hogy én csináltam valahol rezet. Hát nem itt. Itt csináltunk rezet. Oksa. Szóval én azt látom, hogy a ládákba, amik bepakolunk, abból mi tudunk craftolni. Ami mondjuk elég fullos. Van Power Core is, amit csináltunk, nem tudom, hogy mire jó. Resource discovered. That's for sure. Na szóval, répaolaj kell nekünk. Tényleg az volt az, amire néztem, hogy már csináltunk sokféle dolgot, de mondom, a répaolajat még nem látjuk, hogy hol lehet megcsinálni. Mert van nekünk ez a nyomkodónk, és onnan nem jön répaolaj. Azt kéne megnézni, hogy van-e olyan dolgunk, ami új, és elhihetjük, hogy répaolaj jön belőle. Ezek dekorációk, az a baj főkép. Ebből egyikbe sincs benne. Pedig répánk az van bőven. Hát akkor nincs más hátra, mint előre. Lehet, hogy pont ebből fog kijönni, bár nagyon kétlem. El kell mennünk és megnézni, hogy... Itt azt hiszem, hogy vagy mosni, vagy szívni kell le. Ha szívni kell, akkor beszívtuk. Hogyha mosni kell, akkor még jók lehetünk. Sárga erdő kerekén. Ha, itt ezt nem tudjuk kipókolni. Hát de lemosni le tudjuk azokat. Oly, számít neki. Itt mosni is kell, meg gyomolni is kell. Valószínűleg itt ez ilyen összetettebb történet lesz. Ez micsoda? Van lámpa! Hát ez fel se tűn. Na, megszereztük a Chocolate Starfish-t. Aha, és ezzel kis hajókát tudunk csinálni, meg... Meg dolgok. Miért vagyok most túl terhelve? Túl vagyok terhelve, vagy csak? Nem, valószínűleg a gazoktól mászok ilyen lassan. Mindjárt kiérünk a gazosból. Szia, Farkas Nándor. Szia, papi, hétkor lesz Erpi? Jól emlékszem, nem, sajnos édesanyámnak a születésnapján ünnepeljük. És azért az Erpi az nem lesz, mert nem lesz a kipont. From up here, they have the same readings as a dull rock, and I find most rocks fascinating. 14 követ kell találnunk, ami ilyen spécikő.
Hát egyelőre lehet, hogy ezt le fogom szarni, mert egyébként nagy részt azt látom, hogy ide kell már ilyen upgrade-et rakéta hátizsák. De megnézzük, hát ha egy kis ügyeskedéssel meg tudom szerezni őket. Mert bárcsak ilyen izét kapunk, ilyen extra ajcsit. Én szeretem az extra ajcsikat is. Aha, oda valahogy fel kéne mászni, és akkor onnantól kezdve lehetne valamit ott kezdeni. Nice, fine ass! Több mint a fele megvan. Egyébként jól összerakja a játék azt, hogy hogyan megyen rá arra, hogy neked kelljen folyamatosan fejlesztened. Ügyesen van összetéve. Ez mi ez? Bogár foszília. Nojza. Ott látok még egy kristályt. What a fascinating discovery. Aha, ezt fel tudunk menni itt. Ahhoz meg majd kiszállunk a mekából. Lehet, hogy mind a kettőhöz kiszállunk. 4 kell, abból 2-t már látunk. Szia, Ratakyn! I can't wait to analyze this. What a fine ass. Aha. Na gyerekek, upgrade nélkül megoldottuk okosba. Már csak ehhez kell átugranunk. Azt meg innen megtesszük. Így mi. Aha. És kerítést kaptunk. Egy fura kerítést. Nice. Jó van, agyagunk az még mindig nincs. De legalább egész sok dolgot összeszed. Na ez micsoda? Aha, ez egy újfajta fa, viszont ehhez kell egy upgrade majd. Itt viszont voltunk, mert itt volt valami ennek. Hát innen egy erős balost fogunk venni. És megnézzük, hogy arra mi a helyzet. Ez itt például a becsapódásunk helyszíne. Itt ezt például tök el tudnám képzelni, hogy agyag. De mint látjuk, ez nem így működik. Erre kell mennünk, igen. És itt is réhen balra megyünk arra. Arra lesz megint egy új terület. Gondolom, hogy ott lesznek ezek a varázsfák, amikre látok, hogy nem nagyon jó. Agyag inkább vízparton lenne? Aha, meg ez a víz is egy kicsit másabb, hogyha megnézitek. De úgy látom, hogy sima víz. Az agyag az egy kicsit ilyen vöröses sztori, nem? Minden játékban ilyen vörösnek láttam. Tök rossz irányba megyek egyébként. Arra kéne menni az új helyre. De nem baj, úgyse az új helyre akarunk menni, mert hogy ott
Tuti nem lesz nekünk még agyagunk. Lehet, hogy pont ez a rossz hozzáállás. Megnézzük az új helyet, szerintetek? Hát, ha ott lesz. Igazából elmehetünk erre. És körbe szaglászhatunk. Ez az utolsó hely, ahol voltunk. Innen szereztük a rezet. Az nem baj, hogyha hozunk magunkkal a rezet. Bár jelenleg én nem látom, hogy tudunk belőle fejleszteni. Viszont gondolom, hogy kell majd úgyis. Nehéz, mint a só. Szuper. Na, jól van. Ez megvan. Egyébként a Lower Plains-ben még sok mindent nem csináltunk, pedig ez már az. Ja, mert hogy itt még nagyon nem is voltunk. Aha, hát akkor csak átjöttünk egy új területre. Ja, itt vannak a gyomok. Az a baj, hogy általában ez úgy működik, hogy tudjátok, addig nem kapjuk meg az új nyersanyagot, amíg nem tudtok kipucolni az adott területet. Ezért gondolom, hogy talán a clay is olyan, aminek azon a helyen kell lennie, ahol megkaptuk a rezet. De azért körbenézünk, biztos, ami biztos alapon. Fura, hogy a térkép az nem követ minket. Aha, itt nem is lehet megetetni az állatokat addig, amíg nem tisztítottuk meg a helyet. Aha, viszont artifaktot lehet, hogy találunk, sőt. Aha, itt van egy ilyen kábel, ami oda vezet. Felmentünk, nem? Mi várhat ránk ide fenn? Semmi jó. Best landing 2024. Így. Szuper landoló vagyok, csak mondom. Kézműves. Itt lesz a következő gyűjtögetés. Az a baj, annyira nem érdekel a gyűjtögetős, mint maga a fejlesztés. Meg fogjuk csinálni az összeset, az biztos. De mellette meg olyan jó lenne megtalálni az agyagot, hogy végre tudjunk valami újat csinálni. És ami a legjobban kellene nekünk, valami olyan dolog, amivel aztán meg tudjuk csinálni a répaolajat. Mert van répánk. Szedtem egy csomó répát, de nincs répaolajunk. És az a furcsa benne, hogy az összes olajat eddig az új ilyen olajnyűvő cuccok, tudjátok mi lesz? Répamagokat találtam, és most ültettem először répát, és fel kell nevelnem a répát, és abból lesz majd. Most végig gondoltam, és biztos, hogy lesz, mint a polyberry, mert a polyberrybe is az volt, hogy a földről felharvesteltük a cuccot, viszont abból nem lehetett csinálni, csak abból, amit már elültettünk. Szóval igazából teljesen feleslegesen jó körbe jártunk minden, mert a válasz végig ott volt az órunk előtt, vissza kell mennünk és répát kell ültetnünk. De legalább eljutott az anyamig, hogy hülye vagyok egy kicsit. Legalább körbe jártam, fogalmam sincs, hol vagyok. Ez a Yellowstone Parkban vagyok.
Hopp, 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 egy újfajta virág. Ilyet még nem ültettünk. Itt is van egy kis sziget. Szerintem egyébként ez egy nagyon jó játék. Nekem azt tetszik benne a legjobban tényleg, hogy nincsenek mindenhol ellenfelek. Értem, hogy hogy a legtöbb olyan játék is játszható sandboxba, és akkor kevésbé zavaró, de nagyon jó. Jó játékot, szép napot, üdv mindenkinek, most néztem Instán, már várom a festős live-ot. Dark Freedom, hálásan köszönöm, igen, megjöttek. Szerintem, hogyha az időm jól fogja engedni, akkor hát nem festős live-val fogjuk kezdeni, de gondolkoztam rajta, hogy olyat még nem streameltem soha, hogy érdekel-e valakit, lehet, hogy érdekelne. Amikor összerakjuk ezeket, mert hogy egyébként ezeket ki kell vágni a keretből, le kell csiszolni, össze kell ragasztani, és egyébként az is órák, hogy összeállítani, mert egyébként van nekem egy tankom, amit össze kéne rakni, van mellette most már ez a másik kettő, egyik kill team, meg egy másik imperial guard, és csinálni egy olyat, hogy valamikor délelőtt leülni, kimosni a csipát a szememből, megélezni a dolgokat, és streamelni olyat, hogy modelleket rakunk össze. Mert van már nörglingem, van már tank, vannak egységek, aztán van egy teljes ilyen terén, amit össze kéne rakni. Szóval szerintem az jó pofa lenne. Hogyha az emberek szeretik az ilyen legós meg puzzle-ös streameket, akkor szerintem ez annak a felsőbb szintje. Én szívesen nézném. Na, akkor szerintem fogunk ilyet Twitch-en. Kistreameljük. Twitch-re. Aha. Meg a Hobby Time-ra. Imádok modellezni esetleg egy szombati stream belőle. Bent teszek melóba, kell a minőségi tartalom. Az a baj, hogy szombaton nem nagyon leszek itthon. Mert jönnek haza Németországból barátaim, és megyek el, és azt a kevés időt meg, amit leszek, szerintem azt párommal fogom tölteni. Így sajnos szombat ez nem nyerő. De egyébként azon kívül ezek az ilyen modellezős, festős dolgok hétvégére tökéletesen időzíthetőek, mert barátnőm is nagyon rugalmas ebből a szempontból. És szerintem egyáltalán nem zavarja, hogyha én valamelyik szombat vagy vasárnap, hogyha mind a két napunk szabad, akkor leülök és pár órát streamelek abból, hogy modellezek vagy valami. Szerencsére Claudia nagyon támogató. Mondanám, hogy ebből a szempontból, de igazából minden szempontból. Nagyon szerencsés vagyok. Amúgy meg ez összerakos stream a legjobb motiva, hogy készen legyen a versenyekre. Igen, egyébként, és 5-én lesz verseny. Szóval, az a baj, hogy kalandot is kell írnom, mert 30-án mesélek tavernát. Aha, látjátok, ez kellett, és most már lesz. Írja, hogy répa juice az mehet nagyban. Szóval akkor itt az ideje, hogy ültessek még répen. Geci. Nem lehet kiszedni. Ó, és így lehet lokonozni. Oké. Okay. Répa magokat keresem. Ezt nézzétek meg. Fresh soil, neat seed. Ezt nem néztem, hogy nyomba kell tartani.
Ja, egyszerre csak egyet tudok most már. Jó! Akkor mehet az öntözés. Jó, az meg van öntözve, ebben nincsen semmi, szóval az se baj, hogyha nincs. Szervusz préselő, a világ összes répaolaját szeretném, ami sajnos nincsen, mert nincs elég répám. Felszívjuk a vizet. Mennyi répa magunk van? Elfogyott teljesen? Vagy csak máshol tartalékoljuk? Nem, sajnos az elfogyott, bárhogy nézem. Mert azt megnézhetjük, hogy... hogy mi az, amit most el lehet adni, és mi az, amit lehet venni. Mert lehet, hogy tudok venni mondjuk a tradertől répa magukat, vagy agyagot. Ne, mi az, hogy most már lovagi páncélt lehet venni rá? Most direkt felbaszol? A ne... Miért lehet lovagi páncélt venni rá? You drive a hard bargain. I like it. I bet I can find a buyer for this stuff. You drive a hard bargain. I like it. I bet I can find a buyer for this stuff. Take care. Én viszont megyek, majd estére visszanézem. Sajnos lejárt az ebédszünetem. Jól van, jó munkát, Dark Freedom, és még egyszer hálásan köszönöm az ajándékodat. Emlékszem, Poliberi volt jó áron. Geocsárdokat is jó áron szokta venni. Kár, hogy ilyenkor nem lehet abból árulni. Na nézzük. Tudtam én, hogy ezt el kell hozni. Oké, van 4000-ünk. Na most az van, hogy nagyon szerettem volna hasznos dolgokat venni. Ehelyett lovagi páncélt veszek a mekámra. És még kell szereznem 500-en. Nem akarom a hasznos dolgokat eladni. Király. Szóval, ez kellett mi? Király. És a resource-ból kellene megnéznem, hogy van-e esetleg, de nincsen neki blueprintből. Abból sincsen. Jó, oké. Akkor legalább lett új ruhája megint a mekámnak. De ne az bazeg, ezt. Oh, nice. Ez mi ez? Ez egy par. Nice. Király. Azt nem láttam, hogy egyébként lenne izé. Lovagi védő. Dehogy nem itt van. Ó. Ne menj el! Ne menj el! Most akartam megvenni! Most akartam megvenni! Te rohadt!
Szívja ki akkor a lukamat. Na nézzük. Ó, ez a clay kell. Mere, mihez kellett akkor a répaolaj? Könyörgök, mondd, hogy valami hasznoshoz. Mi a pöcsöm, ez kell a répaolaj? Várjál, upgrade-hez kellett, nem? Papi, te nézel valamit az új season animékből? Fú, nem nagyon. Mit tudsz valami jót? Ehhez kell. Még két répaolaj. És akkor már tudunk elmenni egy új területre. Ezeket meg egyébként mind meg tudom csinálni. Ez micsoda? Utakat tudok vele építeni. Ez, ilyet nem tudok. Ilyet tudok még. Ezzel gyorsabban tudok sprintelni. Jó sok répát kell hozzáenni. Jó, hát gondolom itt elfogyott a répaprés, mi? Elbizony. Jártak a csucsukálunk egyen. Hadd nőjön. Srácok, egyébként ne felejtjétek, hogyha bármi vicceset, mókásat találtok, sose árt jól leklippelni. Ó, most jönnek ezek a szarok. Kurva anyját, ott ki is gyalulta nekem a izőt. A jó répámmal. Erre az eventre figyelni kell. Hát csak azért is, mert kapunk ilyen noxious podokat, és abból tudunk craftolni. Na meg is van. Hazardous Seeds completed. Szia, Tom! Ebből tudom, jó sok Nocious Sport. Ezt itt kiköpjük. Nem maradt olyan sok répám, mint szeretném. Szerintem így jók vagyunk. Ezt a két berry-t ezt még lelocsoljuk. Oké. Okay. Visszajöttél mi. Remélem imádod most a kék virágot, mert abból van sok. Ezzel nem tudom, mit kéne csinálnom. Na most már tudom. De hozhat aztán Loop Hercegnő is egész, igazából arról szól, hogy meghalt 6-szor és 7. életét kísérletjük végig. Hogyha valami aranyosat keresel, javaslom leggyengébb szelidítőt, reinkarnálódós. Az előző életében beszél hozzá nagyon gyenge, így előzik, mivel nincs csillagja a képességének, és arról szól, hogy próbálja túlélni egy kis csaj. Van még egy, hogy meghal a főszereplő és egy otaku gémbe éled újjá, csak nem főhős, hanem a fő rejtett boss. És hát próbálja kihozni úgy, hogy túlélje a sztorit. Érdekesnek hangzik.
Ó, ez most jó, ez jó áram megy. Szerencsére az ember is jó áram megy. Vörös virágot nem adom el, amíg rossz áram megy. Viszont megvenném a lovagi páncélt is kell hozzá még egy kicsi. Hát figyelj, ebből van sok szemetem. Na nézzük. Ebbe tudod, mi lesz a probléma egyébként, hogy látom, hogy a lovagi páncélnak a windshieldjét úgy csinálták meg, hogy még kevesebbet fogunk látni. Viszont leszarom. Jó. Nézzük az upgrade-et. Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Ezt sem tudjuk. Mindegyikhez kell a répázás. Alumínium pártból tudnék egy ilyen splash-et upgrade-elni. És ahogy nézem, körülbelül ennyi. A rabbage olaj. Nekünk vannak rabbage-eink, csak azt nem ültettük el. Lehet, hogy kéne ültettünk rabbage-et is. Alapvetően a négy fő téma, ami... Hú, de sokat írsz. Alapvetően a négy fő téma, amit animében nézek, az Isekai Tensei Shonen, meg a Mysticum. Ilyen témában keresel valamit, szerintem egy tucatot tudok javasolni. Köszönöm szépen. Na, itt a rabbage. Ezt tudjuk-e ültetni? Tudjuk. Hát akkor első körben még a... maradék répát azért belőném, mert rengeteg kell. És ez pont 3, nem? Hova lett a répa? Ja, hogy ezt meg oda ellőttem. Oké, hát figyelj, belőhetünk ide poliberit. Csak hogy teljes legyen a veteményes. Maradék répát belőném, aranydövés. Okay. Kérdés, hogy egyébként nem csinálnak ebből automatizálást, mert én ezzel jól el vagyok, de egyébként idővel milyen jó lenne egy öntöző, nem? Ez az, amit kinyátszom egyébként a kertbe. Majdnem minden nap, bár most megkérdeztem, azt mondta, hogy nem kell minden nap öntözni ezeket a dolgokat. Látszik, hogy rengetegszer volt kertem életemben. Na király, megvan mindent, megöntöztünk. Emeltünk még cabbage-ért. Meg gondolom, hogy az is kell upgrade-hez, ahogy néztem. Sok mindent nem vettünk észre. Jó. Javítom. Sok mindent nem vettem észre. Szia Kazuto, Csumidári jaj. De ez az új árucsa is olyan, mint az exem. Legizgalmasabb résznél hoppon hagy. Hát igen. Káposzta talán itt jobbra fent láttam, úgy emlékszem. Holnapra megnőnek a répák, abból tudunk elég répaolajat spréselni, bármilyen furán is hangzik, hogy fel tudjuk fejleszteni a porszívónkat. Az új porszívóval el tudunk menni az új területre. Hogyha most hozunk némi káposztát, akkor ezeket a káposztákat be tudjuk ültetni majd a répáknak a helyére, és amíg megtisztítjuk az új területet, addig fog nőni megint az új káposzta. És az új káposztából meg majd megint tudunk fejleszteni valamit, amiből fogalmam sincs, hogy mi a retkes rákot fogunk csinálni. De valamit biztos. A szép füvet akarsz, akkor azt öntözni kell minden nap, és úgy se jó, ideális az öntöző rendszer. Az a baj, hogyha füvet akarok egyáltalán kertek, fel kéne kapálnom az egész kertet.
és nem tudom, hogy hogy kezdjek neki, meg az a baj, hogy tudod, nekem mind a két kezem szét van menve, a bal oldali az csuklóból teljesen szét van verve, szóval ez nekem még mindig nagyon fáj, de nincs elrepedve, meg semmi, de nagyon fáj, tényleg nagyon fáj mozgatnom, és mind a két vállamba pedig porckorong leválás van, ezért azok is egyébként szarok. Így teljesen hikomatos vagyok, az a problémám. És ha nem fájna mindenem, mert már annyira fáj maga a vállam is, hogy mozgatom meg egyébként, akkor még azt mondanám, hogy persze valamikor beáldozok egy hétvégét, és felkapálom az egészet a vérbe. De így meg nem tudom, hogy lesz-e erőm neki menni. Már vettem egy 5 kilós fűmagot egyébként. Szóval valamikor valószínűleg csak azért is neki megyek, maximum majd nem tudom, fél évig fog tartani, amíg felásom. De vettem ilyen izőt. Vettem ilyen kerti fűmagot, ami nem tudom, sok négyzetméterre jó, mert 5 kiló. Azt javaslom, hogy bérelj hozzá gépet, mert vannak jó cuccok. Van ilyen, hogy lehet bérelni? Egy napra a bérlés ilyen 10 000 megletét, 10 perc alatt végig szaladsz a kapálógépe. Igen? Na, az lehet, hogy az lesz akkor. Vagy megnézem. Lehet, hogy kiírom a kakucsi csoportba, hogy nem tudom, hogy van-e bérelhető kapálógép. Ha nincs, akkor meg gondolom, hogy a soroksári obiba, úgy hallottam, mindig a összes obi videóban az van, hogy béreljetek hozzá péniszvágógépet, béreljetek hozzá iszít segdugógépet az obitól. Szóval gondolom, hogy ott is van. Csak mennyivel kényelmesebb lenne, ha lenne helyben. Nem tudom, merre laksz, még Pesten, akkor Kalászon az obi szélén van gére, ott is van az. Igen, az izében, hát kakucsra költöztem, kakucsi vagány lettem, és ja. Az a baj, egyébként kellene majd töltőföld, meg ilyenek. Elméletileg jövő hét pénteken most már tényleg jön a kertész, és akkor megnyesi a fát, a fákat, és akkor lehet, hogy megérdeklődöm tőle, nem a füvesítést, hanem hogy mi a véleménye, mennyibe kerülne feltöltetni a kertet, hogy normális színbe legyen, mert az a baj, hogy nincsen színbe a kert. A csávó az 10 000 per óráért dolgozik, szerintem ez legalább egy kétnapos munka. Pluszban még a föld. Szóval tudja a faszom, nem tudom mennyibe lenne. Csak mert hogyha most bejön minden pénz, mert tudjátok, a streamelés az úgy van, hogy van X szponzor, meg van X oldal, mindegyik máskor fizet. A Kik az elsőjén már kifizet, a Patreon az ilyen 5-én fizet, a Twitch az 17-én fizet, a YouTube az 23-án fizet, a G2 az hónap végén fizet, és ilyen nagyon össze-vissza jönnek be az embernek a pénzei, viszont minden hónap elején ki kell fizetned a számlákat, mert az akkor jön. És azért vagyok úgy mindig, hogy megvárom, amíg bejön a pénz, és akkor meglátom, hogy mi az, amiből gazdálkodunk. Azért mondom, hogy most azt meg kéne nézni, hogy mi a vége, mert én most szeretnék venni egy tűzrakót. Viszont a tűzrakóhoz már jó lenne, hogyha mondjuk legalább szintben lenne a föld, érted? Hogy ne ilyen bicebóca dörangélős szírszart legyen. Meg ilyenek. Amúgy, hogy felkapálod géppel, akkor kell két léc, amit keresztbe összeszögelsz, mint egy rohadt nagy partfist, és azzal el lehet húzni egyenesre, sötöbe. Igen. Jó, meglátjuk. Az a baj, tudod, nekem még mindig az a baj, hogy kicsit ilyen nyomi vagyok. Cixizál rá még valami vízmérték. Hát mi nincsen, van valahol nekem egy nagy vízmértékem, így végig gondolom. Ha nem kell szikszallagozni, gondolom, hogy megyek, azt végigrakosgatom vízmértékkel, megoldhatom. Pisi vagy lehikreatív. Megoldom. Csak mondom, hogyha mellette meg a csávó azt mondja, hogy megcsinálja 50 000-ből, és mellette nem kell nekem 3 napig nyögnöm, hogy fáj mindenem, akkor ez sokkal jobban hangzik. Azért mondom, hogy meglátjuk majd. Biztosága a legnagyobb motivációs erő.
Hát nem csak a lustaság, mert ha lusta lennék, akkor nem baszakodnék kint tegnap is, tegnap előtt is órákat kint a kertbe. Szóval én nem tartom magam lustának. Itt nem azzal van a baj, hanem hogy a fizikai munkát végzek, akkor nagyon durván fáj. Szóval ezt nem tudom szebben elmondani. Hogy érted? Oké, meg tudom spórolni a pénzt, amennyibe kerül, hogy megcsinálja mást, de hogyha mellette meg nem baszom magam még jobban tönkre egészségügyileg, hogy nem rokkanok le még jobban, érted, hogy a már így is beteg karémat még jobban a helyre vágjam, akkor az lehet, hogy jobban megéri nekem, mint az, hogy nem tudom, hogy most akkor 2 hónapig nélkülözni kell. Mert építettünk mi már minden szart, amikor fiatal voltam, azt nem fájt semmi. Hát 2 szintes kandallós épületet húztunk fel, meg ilyenek. De jó volt. Padlószőnyeggel, meg normális tetővel, meg ilyenek. Csak hát azóta sajnos. Tudjátok, hogy van 30 év felett, már rohad az ember, és én is érzem. Mire gépet, pikpak meg vagy vele, és még jól is szórakozol. Ez a gépes dolog, ez jó hangzik egyébként. Arra azt mondom, hogy oké. Csak, hogyha nincsen elég föld, tudod? Arra gondoltam, hogy maga az, hogy utána mi az, földet venni és azt szétszórni, az a húzósabb. Mert az be kell talicskázni az egészet. Mert a kocsi beállom, azt úgy csinálták meg, hogy szerintem egy darab fém nincsen a betonba. És már attól elrepett, hogy neki koccant a kereke. Annak, ami hozta egyébként a köveket, mert most ilyen izék vannak, ilyen... Hát ez a fehérkő, nem mulcs, nem a mulcs, az más. Nem jut eszembe mi a neve, de olyanok vannak a kocsi beállón. Csinálj, bulit, bár lehet piába többen jössz ki, mint hogyha felvennénk valaki. Hát pia van sok. Meglátjuk, hát lehet, hogy izével. Gellértel megcsináljuk például a tetőt, azt már beszéltük. Azt megnéztem, abból szerintem egy ilyen 70 kötőjel 90 ezerbe ki tudok jönni, hogy leszigeteljük a tetőt. Minden másra meg ott az Erste Bank. Jó. Minden meg van locsolva, mehetünk aludni. Don't forget where you parked it. Közönség találkozó papírnál belépő talicska lapát. Ennyi. Ó, de jó, nem kell öntöznöm. That mech of yours is looking good today. Those modifications you did yesterday really pay off. Jó, akkor nem kell öntöznünk, azt már látjuk. Viszont nem is termett meg minden. És talán itt egy pár dolog még el is rohadt volna kurva anyján. Remélem ez a rabbit, ez nem olyan, hogy megeszi a többi növényt, mert büdös az, hogy mellé ültettem és onnan hiányzik. Annak nem örülnék annyira. Ezt még jobban fogom utálni, de lehet, hogy kéne építeni még 2. Most ez nagyon sok répa olaj volt. Szerintem ebből fogunk tudni fejleszteni. Na nézzük. Ezt kell fejlesztenünk, meg is van. Nagyon jó. Ez itt fura van fejlesztve.
ehhez kell majd a Rebidge, és hogyha megvan a Rebidge, akkor ezt is tudjuk fejleszteni. Ehhez alumínium kell. Várja, alumínium kell, Rebidge kell. Ehhez is alumínium kell, ehhez is alumínium kell. Alumínium meg Rebidge, ez az, ami fontos. Viszont alut tudunk csinálni, mert szerintem az van rengeteg mű. Nem, meg kell hozzá polibeári. Oh, fuck it. Polibeáriből meg elfogytunk, mert abba hagytam a farmolását. Sajnos a virágok azok gatya. Robot. Hola. See anything you like? Hola. I don't think so. Répa. Magukat tudnék venni, az annyira nem mozgat. Rebidge magukat tudnék szedni. Igazából abból is jók vagyunk. Kéne csinálnom még egy izőt. Még egy prést. Van még egy prés, akkor gyorsabban dolgozunk, mert nagyon sok izé olaj kell, és nagyon lassan csinálja. És meg tudjuk duplázni gyakorlatilag a termelésünket. Softwoodot nem szeretünk? Nem sima fogám. Hát még jó, hogy ültettünk ide fákat. Szerintem talán ennyi elég is lesz most már. Így van. Ennek plant oil-t csinál, amire nincsen annyira szükségünk. Mindegy, legalább megépítettünk. Nem lehet nálad polyberit venni? Csak magot, mi? Az a baj, hogy ennyire kell nekem a polyberiban. Halottnak a csók. Veszítje ezek mind. Megnézzük a Weather Station-t, hogy most milyen idők jönnek majd. Számít csak erre, hogy megint porszívóznom kell mondjuk a gyomokat. Nem, sokkal rosszabb lesz 3 nap múlva. Jönnek ezek a mérges buborékok. A pozitív része viszont az, holnap napsütés lesz.
holnap után megint eső, ezért nem kell annyit öntöznünk majd. Szia, tyiha! Stop admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Jó lassan nő az a rohadt rebics. Látom, hogy egész nedves a földjük, nem igényelnek még vizet. Ugye ezzel meg leszünk, remélhetőleg holnap. Hát mondjuk ez a rebics ez még biztos nem, de szerintem ez holnapra már be fog érni. Ezek szerint a rebicsnek az érése az 3 nap, míg a poliberié 2. És a répáé is azt hiszem 3, de lehet, hogy 4 nap ezé. Szia papi, ma lesz Hunt és RP, és említetted édesanyjákat szülőnapi, nem lesz a mai nap. Átraktam őket jövő hétre. Ma ez lesz, meg hírozadni stormozunk, mert 5 órakor szeretnék majd elindulni körülbelül. Hát fél 6. Meglátjuk. Hát az a baj, be kell menni a konzolvilágba is. Szóval ja, akkor lehet, hogy ilyen fél 5 körül majd. Nem tudom, meg kell tudni, hogy asszony az hogyan készül el. Ő elfelejtettem upgrade-elni. Bár elmehetnék már most már tudok szívni erősebben. Elmegyünk, kigyomláljuk az egyik új helyet. Hogy meglegyen az is, meg jól lemossuk. Azt majd utána. Szóval sajnos a mai RP az 99% hogy elmarad. Mert ilyen 6 körülre megyünk édesanyámékhoz. Hát ott legalább egy 3 órát eltölt az ember, vagy 4-et. És utána, amire elindulunk haza, addigra már tök késő lesz. Köszönöm, ez csak mert itt YouTube ütemezésre mára van kirakva. Biztos, hogy nem. Nézd meg a dátumot. Jövő hét kedre van kirakva. A Twitch ütemezésbe van még mára kirakva. Mert a Twitch menetrendet elfelejtettem átírni. De a YouTube-ot átütöttem fixen. 26-a, az kedd. Közben rájöttem, hogy egyébként a Yellow-ba tudunk menni az új porszívóval, nem pedig a izébe. A másikba, mert ott kell gyomokat szívni. Ez meg egyből ott volt mellettünk, csak kaki fejű vagyok. Oj. Meggondoltam magam közben. Annyira nem szeretem ezt a bugot, remélem hamar javítják, hogy kínragadok third personba. Vagy legalább raknak egy gombot rá. Igazad van, akkor csak a Twitch ütemezésben van, YouTube-ot elnéztem, sorry. Semmi baj. Igazából az én hibám, hogy nem ütöttem át a Twitch-en is. Csak teljesen kiment a fejemből, ha őszinte akarok lenni. Olyan sok helyem van. Sőt, egyébként, hogyha azt nézzük, Discordon is a Twitch-i van kinn, ami meg megint csak nem jó. Ne haragudjatok emiatt. Na hát ez egy kurva jó ugrás volt. Revved up and ready to go. Na jó vagyok.
the paint. Time for some action. Alig várom, hogy upgrade-eljük a járgányt, hogy ne, ne boruljak állandóan. Ebben a barlangban már voltunk. Gyakorlatilag hazaértünk, szóval igazából megnézhetjük az upgrade-et is. Ha már úgyis itt vagyunk. És kezdi csókolom. Milyen jó lenne, hogyha ráparkolnék mi arra, ahol tudunk upgrade-elni. Alumínium. Nincs elég poliberry juice hozzá. Jó, hát akkor viszont benne van az a probléma, hogy hogy így ideig nem is lesz, mert nem ültettem túl sok poliberit. Emlékeztek, amikor azt mondta, ah, kell a pöcsömnek a poliberi, most minek árul olyan magad? Aztán most azért úgy realizálódott, hogy egyébként kéne a poliberi. My ritual! Szinesztia, hálásan köszönöm a rédet és üdvözlök minden kedves Szinesztia nézőt. Sziasztok, fiúk, lányok! Mi jót játszottatok? Mi volt a mai fáma? Fortnite-oztatok. Na, nagyon jó. És hogy ment? Itt közben elkezdjük kitisztítani akkor ezt az új területet. Hagyjuk? Át. Vannak mindig, tudod? Egyszer fenn, egyszer lenn. Majd legközelebb jobban megy. Ó, egy új virág, a fehér. Na, azzal még nem találkoztunk. Mert tudunk fehér festéket is szerezni. Úgy sejtem, hogy a festékkeverővel tudunk majd mókolni. Hogyha akarunk mondjuk kibaszott pink armort. De nem akarunk. Látjuk itt a rózsaszín egyébként is a fertőzésnek, a gyomoknak a színe, meg a izének a lila takony. Vagy mi az, rózsaszín takony? Itt mi megtisztítjuk a világot ettől a fertőtől. Na, erre szokták azt mondani, hogy kicsi a pöcsöd, akkor állj közelebb a piszoárhoz. Jó lányot, nagyon szépen köszönöm. Jó pihenést. Nézzük. Fiúk, lányok, hogyha érdekel titeket egyébként a játék és tetszik, akkor most került be az Xbox Game Pass-ba is. Így ha szeretnétek, akkor ki tudjátok próbálni. Ha minden igaz, van benne multiplayer is, de single playerbe is tökéletesen élvezhető. Egy ilyen teljesen chilles, farmolós, túlélősnek mondhatnánk, de igazából túlélni nagyon nem kell. Építkezős, felfedezős játék. Eddig nekem nagyon szimpatikus, ez a második rész, hogy játszunk vele. És az az igazság, hogy a csatornán nagyon ritkán szokott eljutni valami a második részig, de még kevésbé a harmadikig. Viszont szerintem ez bőven elfog, mert tényleg kifejezetten élvezem, mert annyira megnyugtató az egész, és nincsen benne semmilyen ilyen sietető vagy stresszelő cucc, hogy nagyon tökéletes levezetés. PlayStation-re van-e? Nincsen tudtommal. De ez még nincsen kin, teljesen early-ben van kin. Ez ilyen korai hozzáférésű játék. Ezt meg kidobjuk a vérbe. Nem kidobjuk a vérbe. Nem őt, az jó pénz. Ezt dobjuk ki. Szia, pocok, hentes! Borulni fogunk. Nem borulunk, profik vagyunk. Merre lehet még ilyen ráktest, amit helyre kell hozni? Szívunk még egy kis vizet, hát ha találkozunk takonnyal.
Ti is hallottátok? A virág az jön. Balra látok sok gyomot. Erre meg ezeket a nem tudom miket. Mi lehet ez? Kérlek, legyél agyag. Hát ez valami olyan, amit még nem tudunk. Vagy azért, mert nem tudunk, mert tele van gyomokkal, vagy azért, mert még nem vagyunk elég fejlődtek. Fejlettek. Nyelvújító paplovagot hallhatták. Arra látok taknyot. Vetülünk is rá, mint a gyöngytyúk. Aha, ott még több taknyot látom. Ó, most szapacát mentünk egy másik területre? Nem. La Fuera. Nem megyünk másik területre. A sárga erdőt akarjuk először kipucolni. Itt egy barlang. Ő csoki. Ezek micsodák? Kék kristály. Ó, az jó, az új. Kék kristállyal eddig még nem találkoztunk. Csukolom. Tessék felszívni. Kék kristály, új épületet tudunk, a silót. Az jó. Lassan tudjuk az összes épületet, nem? Hova az anyád beraktad a silót? Ide. Can store a lot of one resource. Aha, egy valamit tud, viszont az sokat. Jó egyébként, hogyha rendszerezünk, az nem olyan rossz. Látok gyomokat, remélem, hogy az még ide tartozik. Aha, ezek még ide tartoznak. Ezzel meg lesz szerintem a 100%. Akkor ezt a területet is helyreállítottuk, mindjárt ki is virágzik. Jó, hát a kivirágzáshoz lehet. It took them 2 complete redesigns to make satellites that wouldn't break on their journey here. Jó, megnézhetjük ezt a Mountaint egyébként, hogy ezt engedi-e, mert itt csak tovább mentünk. De simán lehet, hogy ezt is meg lehet. Gyógyítanunk az új porszívónkkal. Eddig jó vagyunk. Viszont lehet, hogy itt már túl erős lesz a tapony. Ha nézzétek, ez már valami spécinek tűnik. Igen. Ezt már sajnos nem tudjuk csak akkor, hogyha fejlesztettük a slagunkat. Szemetet megint kidobjuk. Jó, van azért egyébként a gyomokat, hogyha már itt vagyunk, felszívjuk. Legközelebb ide jövünk, hogyha esetleg sikerül fejlesztenünk a gépet, akkor azzal már ne kelljen foglalkozni. És úgy látom, hogy egyébként nagy részét így meg tudtuk tisztítani. Bár az a baj, hogy értelme nincsen, mert amíg nem 100%-ig tisztítod a dolgot, akkor nincs. Gyors kérdés, adjak egy tippet az agyakhoz, hogy maradjak csendben? Még maradj csendben?
Még marad csendben. Egy kicsit később megpróbálok rájönni még. Még megpróbálom... megpróbálom elhinni, hogy rájövök. Annyit elmondhatsz, hogy egyébként már tudnánk-e csinálni, vagy meg kell találni valahol. Ez így jó, szerintem az még nem sok. Ha már tudnánk valahogy csinálni, akkor elkezdek ötletelni. Hogyha csak nem vettem fel, és valahol ott van, akkor meg nem ötletelni kell, akkor meg kell keresni. Ez csak izé. Az a baj, hogy megtisztítottuk ezt a helyet, de nem nagyon látom, hogy mi az, ami nekünk itt új. De biztos kell lennie ennek is. Minden új területen eddig volt valami újdonság. Ah, ezt fejleszteni kell a izőt. Fűrészünkön. Semmit, ez csak dísz. Ez kavics. Nem hiszem, hogy itt a nagy újdonság az lenne, hogy van fehér virág az gatya. Várjál, itt mintha más színű lenne a homok. Hát, lófaszt a seggembe. Kivétel, hogyha. Nem sajnos. Ötletelés. Ha te agyag lennél, hova bújnál? A robotomnak a hátizsákjába. Az összes agyag oda bújna a robotom hátizsákjába. Önkényesen. Sőt. Ládákat építenék magamnak, és abba lennék, benne a bázisomon. Most újra a Meadowzon vagyunk, szóval igazából hazajöttünk, és pontosan semmire nem jutottunk. Várjál, most fog megtisztulni a hely, lehet, hogy akkor most fognak jönni az új a kék kristály. Látom a kék kristályat. Meg valami kék növényt. Kék kristály, kék növény, de még nem látom. Lehet, hogy ez ilyen lyukakból, mint ahol volt a izé. A réz eddig ott lesz. Nagyon jó. Maybe there are some more good to be done around here. Keep a lookout, will ya? Én nettó leszapom magam, még mindig nem jó a káposztánk. Nagyon sok idő a káposzta. Nagyon sok idő a káposzta. Mi a fene? Noon előtt nem lehet aludni. Lehet leszedem a konant, megnézem, hogy az orosz PvP szerverek milyenek, hát tönkre tudom tenni pár ember életét. Nice. Kaptam egy új küldetést. Sounds like one of your neighbors is trying to reach out. Doesn't seem like the signal's strong enough though. Let's make our way uphill to get better reception. Fel kell mennünk a hegyre. Jó, nem baj, legalább visszamegyünk, megnézzük, hogy van-e agyag.
meg, hogy mi ez a kék virág. Zapper valami. És új épületet is tudunk. That's nice. Látok valami új köve. De az csak nem új, hanem ez a szokott eladható cucc lesz sajnos. Okay. Ezeket is lehet majd akkor ültetnünk. Ebből is gondolom majd jön valami újdonság. Elültettük. Azt remélem, hogy nem egy hétbe telik, mire ez kifejlődik. Az a baj, én úgy látom, hogy ezen a területen... Ó, ott látok valamit. Ott látok valamit. Ez új. Ez új. Iron is upgrade-elnünk kell. A pillanatra megörültem. Ó, és a kék kristályhoz is upgrade-elnünk kell. Jó, hát akkor fixen fejlesztenünk kell, még mielőtt bármit tudnánk csinálni. Érdekes. Szia, Bence! Gyorsítom megnézni, milyen a játék, sietek edzeni. Nagyon jó a játék, Bence. Nagyon jó, és mint mondtam, benne van a PC Game Pass-ba. Így, hogyha van Game Pass-otok, akkor ki is tudjátok próbálni egyből. Beakadtam a fába. Szól aki. Tudjátok, mit nem csináltam? Meg nem mentem fel arra a helyre, amit jelez, hogy oda kéne mennem. Mondjuk az sem lenne utolsó, hogy a térképen is jelezni. Aha, szerintem voltunk mi már ott van. Annyit mondok el, hogy Clay-t csak crafttal lehet. Igen? Jó, köszönöm. Az bőven elég, hogyha azt elmondod, hogy Clay-t csak crafttal lehet, mert akkor körbenézünk mindig, hogy a dolgok, amiket megcsináltunk, van-e valami. Azt mondja, hogy építsünk egy rádiótornyot. Nem is ismerünk rádiótornyot. Ráttak rádiótornyot? Hát akkor az más lesz, mert hogy build Radio Tower, és még nem ismerik a Radio Tower. Aha. Converts biomatter into fertilizer. Lehet, hogy azért nem nő meg nekünk a káposztánk, mert azt már trágyáznunk kell. Én úgy sejtem, hogy ez lesz a trükk. Mi kell hozzá? Az viszont meg már kell ennek a kék gedvának a kiültetett cucca. Nem könnyű a játék egyébként. Egyáltalán nem könnyű. Nagyon sok feladatot ad neked. És egyébként ez nagyon jó. Jól áll neki. Jól össze van téve tényleg.
tudunk fát vágni. Ez biztos, hogy ezt rágyáznom kell. Kell még fom. Jó. Meg mi veszük ezt a szar kék genyót. Utána tudunk trágyázni. Ha tudunk trágyázni, akkor valószínűleg lesz majd rabbitsünk. Akkor tudunk majd rabbits valamit csinálni. De a trágyát is gondolom, hogy úgy van, hogy nem egyből átkonvertálja, hanem az is idő kell. Szóval azért... nagyon sokat kell épülni. Gondolom, hogy ez a zapper kolbász és egy év alatt fog megnőni, ahogy ismerem. De papíron lehet, hogy most már van annyink, hogy tudjunk upgrade-elni, mert itt sok szutykot köpettem ki. Mi lesz? Még rohadtul nem fogok tudni, mert hogy egyébként alumínium kell, és azért csináltam. Ezt meg tudom, water tank capacity. Ó, de jó. Csak most cserébe megint kell nagyon sok kék. Mert most az összeset elhasználtam, amúgy alumínium lehetett volna. Ez a probléma, viszont most már sokkal több fér bele a öntöző cuccunkba. Nézzük, hogy mennyire. 40. Nem azért a 15 forintért, de ez... Igen, azért néztem, hogy ez... Hát tűnik olyan sokkal több, nem? 80. Na, az már úgy jól hangzik, ez már a duplája. Király? Jó. Virágos bolt még mindig csak keverni lehet. A holnap jönnek a izék, a rákok. Csak kaját tudunk csinálni. Power core-ra most nincs szükség. Itt a clay! Itt a clay! Fuck yes! Hopp, bocs. Ó, nagyon jó. Ebből kell nekünk akkor kőcucc. Ó, megtaláltam Voklo! Megtaláltam Voklo, uram! Sikerült! Megvan a clay! Megvan a clay! Az. Verjed neki, mint az első randi. Na. Kő nem fogja felszívni magát. Na jó, berakunk egy csomó ilyen izét, ilyen kőport, hogy ez majd a grinder az grindolja. Meg alszunk egy nagyot.
20. nap, jön a rák. Rise and shine, Exofarmer. The decorating you did yesterday really lit up the place. It's really beginning to feel like a home. I don't like the look of this. Ó, ott volt egy darab rabbit, ami már jön. Szívd már a vizet! Baszom! Jó! Persze, hogy rá a káposztámra! Hát hova máshova, nem a rohagy le a káposztámról! Virág még nem akar jönni? Jó, ehhez mi kell, mert már elfelejtettem. Zopper valami. Zopper zamsztágó olyol. Ok, cool. Ezzel megvan a cuccunk, anyád. Ez mit csinál? Üvegeket csinál. Ja, aha, és az üvegből meg tudunk csinálni, nézzét, lencséket majd, hogy upgrade-elünk. Akkor végül is az is jó. Várja. Kút kellene, bazd meg. De az lenne jó. Lenne kút, nem? Csinálni egy kutat, és abból tudnék szívni vizet. Most én elképzelem azt, hogy egyébként, hogyha nem lenne ilyen közel a bázisunk a vízhez, akkor hogy? Hogy öntözném? Ez így még az upgrade-elt izé locsolócsővel is szívás. Szia, boci! Pont így érzem magam egyébként, az meg a kertbe is, amikor izé nem ér el addig a slagvágon. Most már elér, mert most már vettem egy újat. Amíg nem ért el, és akkor az öntözőkannával kellett rohangálni, és így
Jó, oké, megint kifogyott a víz. Menjünk vissza a slakhoz. Öntsünk bele egy kis vizecskét. Most akkor visszamegyünk a kertet. Most akkor kiöntjük a kis vizecskét. Aztán én meg strokot kaptam. Jó, oké, megvan ez. Ez még dolog. Az minden jó nekünk. Itt várjuk a szuper polibériket, hogy ezek kihújjanak belőle. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Főleg akkor tudjuk várni, hogyha egyébként berakom gyártásra. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Elnézést. Na, itt meg ott tartottunk, hogy abból ubalabumba. Ez is kell. Jó. Azt mondja, hogy kék lencse recept. Most azt kell megnézni, hogy kék lencsét egyébként. Azt mondjuk szerintem az assembly-be, nem? Ez egy assembly. Ha, itt van a kék lencsé, ez, ha, az is kell a zipper, zepper, cuper. Zuckerberg horkál hozzá, és akkor utána jó lesz. Na nézzük, már elfelejtettem, mit akartam. Ez vörös lencse kell, vörös lencsét is tudunk csinálni. És azt mondja, hogy increase the range of interrogation horse liquid can be sprayed. A messzebb tud lőni. Nagyon jó. Ezzel tudjuk fejleszteni azt, hogy le tudjuk mosni a taknyokat. Ez kell nekünk, szóval kell nekünk a rabbage olaj, és csak erre szabad használni. Ez tudja a köcsön, mire jó. Ezt tudjuk fejleszteni, hogy csinálunk clear lencséket, és közepesen feleslegesnek tűnik egyelőre. Ezt már most tudjuk. Azt mondja, hogy a spike az erősebb dolgokat tud ezzel törni. Let's go. Ez a másik, amivel megint az van, ezzel meg a fűrész tud majd többet csinálni, de ahhoz meg más kell. Ez az alumínium parcos. Ez a splash-ét neveli. Aha, ezt hogyha megcsináljuk, akkor egy köpéssel többet tudok majd egyszerre öntözni. Arra kíváncsi vagyok, ezt lehet meg kéne csinálni. Pika. Mi ez? Menőnek tűnik. Boci, ez a Lightyear Frontier, ilyen tök chilles kis game. Fenn van a Game Passon, tudom ajánlani mindenképpen. Hogy kipróbáljátok. Még egy kamer, még egy kamer. Mindjárt kiköpi. Szóval repüljetek rá, próbáljátok ki. Jól lelép a merchant. Kivételesen most nem kapok tőle stroke-ot. Kapok sztrókot, hogy ez viszont csak egyet ad. Ez nagyon kevés. Szia Zolikám! Ebből kéne egy hordamód, és megvan a Love Sexer Robot egyik epizódja. Ja, azt vágom, az jó pofó volt ez a rész. Még egy darab alumi, vagy ízi poli hiányzik, és az még polit gyárt. Jó, akkor polival meg leszünk még. Akkor azt tudjuk fejleszteni. Jó, nincs mit ültetnünk most. Ez mi kell, hogy vörös üveget gyártson? Van mindenünk hozzá. Így gyártottunk némi rabbage olajat is. Sajnos egyáltalán nem eleget, hogy jó legyen. De ha jól emlékszem, ezt tudjuk upgrade-elni. Kék kristály, iron parts. Az iron szerintem már fogjuk tudni szedni innen balra. Ehhez kell vörös lencse.
és akkor azzal a range-ét tudjuk növelni a vákuumozónak. Ugye megnézem, hogy hány darab vörös üveg kell egy vörös lencséhez. Még nem tudjuk, de kettő kell hozzá. Ő meg még mindig kell ez a zapper olyan wheel. Ez most gyárt valamit? Pont nem. Hát akkor gyártson. Gyors csucsuka. Nőjenek a növényeink, minden meg van öntözve. 21. nap. Ó, azaz! 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 Így a papához. Így a nagy káposztákat a papához. Hát ezek még nem jók sajnos. Ez mi is kell? Az, az, hogy azok megnőjenek. Jó, felszívtunk mindent. Vörös lencse, és a vörös lencsé az kebicsolaj kellett, ami most volt, szóval megvan a vörös lencsénk, amivel egyáltalán nem emlékszem, hogy mit fejlesztünk. De valamit fixen. Ezt. Három kell hozzá. Ó, geci kell még. Jöjjön, ne, rebidzsolaj. Most szerencsére szereztünk annyi rebidzset, hogy ez ne legyen gond. Kicsit se. És újra elkerültetnünk őket, meg gondolom, hogy kaptunk hozzá magot is. Nagyon jó. A többiből mehet a poli. Ez is kell majd nekünk az alumíniumhoz. És egyébként mi kell nekünk a nagy spritzeléshez? Fogadjunk, hogy az, amit elfelejtettem izélni, vagy elköltöttem. Big spritz. Igen, már megvan a nagy spritzünk. Akkor jó. Vörös lencse. Ehhez kell 5 darab olaj, és akkor tudunk jobb cuccokat csinálni. Aha. Hogy a vákum erejét húzzuk még tovább. Vagy pedig a szívó cuccnak az erejét, vákum ereje, vagy a szívó cucc. Sa. Első körben megnézzük a orszívót, hogy hogyan lövi a nagyot. Aha, nice. Jó, ez így más világ egy kicsivel. Nagyon jó. Geci. Na nézzük. Jó, fasza, meg van öntözve minden. És van még némi magunk is. Megnézzük, hogy az eladónál mit kapunk most. Hola! Sumi, hola!
Káposzta magod nincs sem véletlenül? Tesa, de van. Akkor mindjárt eladok neked valami szemetet, amit szeretsz. Biztos nem a rabbit olajat például. Itt van bogár fosszília, meg szerintem most répa se kell nekünk annyira. Viszont a káposztára arra most nagyon rámegyünk. Nagyon rámegyünk, és vettük benne 10 darabot. Jó, hát ezeknek még mindig idő kell. Ennek kell még mindig az a kibaszott zepp olaj, amíg nincs. Ez még mindig egy nap lesz. Egyébként. Szóval először upgrade-eljük ezt. Hú, ez de jó lesz. És ezt is tudjuk, mert van kék kristályunk. Kérdés, hogy tudjuk-e törni, mert ahhoz meg ez kell majd. Kell még rabbit olaj, ami mindjárt megvan. Ezt kéne felupgrade-elnünk, de mellette meg jó lenne, hogyha tudnánk két... Dilemma. Há, nem dilemma, tudunk mindent. Nagyon sok rabbit olajunk van. Jó, akkor nincs dilemma, meg tudunk csinálni mindent. Fel tudjuk upgrade-elni azt, hogy tudjunk kék kristályt csinálni, és... Hibrim-bum-bam, libli-blu-blá. Most megcsináljuk a izét. A csákányt elsőre, az bizti. Ok, cool. Ez megvan. Most akkor elmegyünk, hozunk kék kristályokat, mert a kék kristályból tudunk csinálni majd kék lencsét, amiből megint tudunk valamit upgrade-elni. Meg egyébként is egy új cucc. Addig meg úgyis nőnek a cuccaink, meg szerzünk még több ilyen elektromos, zapper, gepper, moppert. Rock and roll életérzés. Negyed három van már. Nagyon gyorsan megy az idő ebbe a játékba. Viszont így látszik, hogy azért van benne bőven játékidő, amit bele lehet rakni. Azt hiszem erre voltak a kristályok. Ott is vannak. Ott is vannak a kis kristályaink. Meg valahol azt néztük, hogy izét is tudtunk volna upgrade-elni, csak elfelejtettem. Futási sebességet, az meg jó lenne, mert hogy akkor megint sokkal gyorsabban tudnánk eljutni A-ból B-be. Itt már van Iron, kérdés, hogy tudjuk-e az Iront is szedni most már, hogy igen, tudjuk. Duplát upgrade-eltem, lehet, hogyha egyet upgrade-eltünk volna, akkor csak az egyiket tudtuk volna szedni. Így viszont most már tudjuk az Iront is szedni. Ó, nagy ház. Az Iront is tudjuk szedni, meg ezt a kék kristályt is tudjuk szedni. Lassan megint izé kellene nekünk hátizsák upgrade Otto, szép lassan mondjon. Túl izgatott vagyok. Whee! Pat! Arra vagyok még kíváncsi, hogy azt hiszem, hogy upgrade-eltük a vízi cuccunkat, hogy úgy upgrade-eltük, hogy tudjuk-e szedni egyébként itt a izét. Itt a moslékot, mert hogyha igen, akkor meg tudjuk tisztítani gyorsan ezt a területet is. És akkor idővel itt is lesz majd új nyersanyagunk. Pam 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 pam. Jó, hát nem. Egy próbát megért. Ez mi ez? Hm.
Nem tudom, mi ez. Ez ültethető kő. Jó, ez is jó pofa, ezt is okosan oldották meg. Nagyon jó kis megoldások vannak ebbe a játékba a gyerekek, tényleg. És kacok, tényleg. Zseni. Azok sima kövek, kutyát nem érdekli, az a zöld takony se érdekel. Megyünk haza szeretni magunkat. Megjöttem! Mi az, amit egyáltalán itt szereztem? Szereztem két kristályt, szereztem némi fémet. Jó. Gondolom, hogy a fém-alumínium kombóból fogjuk megcsinálni majd az acélt. A tippel nem kéne. Szuperhős landolás! Úgy-úgy. Na figyú, két kristály. Grindold, mintha nem lenne holnap. Jól érzem, hogy egyébként pont egyel kevesebb vörösünk van, mint kéne. Még kiderül. Ja, még pont egy kell. Jó, akkor megvan az. A steelt azt majd meg látjuk, hogy hogy van. Ehhez rész kellene, meg répaolaj. Ehhez sok izé kell. Cabbage oil, meg dolgok. Ezt mind meg tudjuk csinálni. Ezt is meg tudjuk csinálni, hogyha csinálok piros kristály dustot. Most nagyon sok mindent tudunk. És tényleg nagyon jól állunk. Ez kell Iron part, ami nincs nekem. Ez az Vacuum Harvester. Ezt, hogyha ezt fejlesztjük, akkor erősebb gyomokat is ki tud írtani. Ez kell nekünk, hogy Stronger Slime-ot tudjon kiírtani. Jó. Vízbe jól állunk, tudunk egyet aludni, reméljük, hogy addigra megnő az elektromos lókolbász is. 22. nap. Wakey, exam bakey. Keep up the good work. Nagyon jó. Csináltam.
Poor thing. Your mech scared the daylights out of him. Oh, super. Aluminium parts kell nekünk. Aluminium parts valamihez. Én nem jelvik rá mérget, hogy kell nekünk aluminium parts. Nekünk a rész kellett. A részhez meg copper ore kellett, és szerintem a coppereket meg eladtam, mi? Hát itt van egy darab. Igen, az büdös, hogy ezt eladta az Otto. See ya, Night King! Ezek mi az, amit tudunk fejleszteni most? Csak úgy hackniból. Hát semmit. Még egy Zapper Trick Spine kell nekünk, vagy mi? Ja, el kéne mennem vízért, hogy öntözzünk. Nagyon jó. Sikerül olyan profi, mint szeretném. Ez meg csak oda köpött egy-egy gyorsan. Jó, mindent megöntöztünk, és elméletileg másodperceken belül megvan mindenünk. Ebből kell nekünk kék kristálykő. Ebből ezt is csinálhatunk, mert időnk az van. Jó, megvannak ezek. Megnézzük, hogy miből csináljuk a trágyát, miből komposztálunk. És holnapra fogja lekomposztálni. Egész nap. Hát ez csalódás, viszont a kérdés az az, hogy ahhoz, hogy megcsináljuk az utolsó upgrade-ünket, ami hogy erősebb, vörös kristály kell. Elmegyünk vörös kristályjal. Ez itt jobbra lesz. Megint nem néztem meg, hogy mi kell ahhoz, hogy egyébként tudjunk ilyen futó cuccot csinálni. Meg kellene réz is tényleg. Jó, piros kristály réz. Ezek kellene. Először a rézért megyünk el, mert az van messzebb. És akkor hazafele meg beugrunk azokért a kristályokért. Vagy bemegyek most, mert itt most könnyebben futok el. Az a baj, hogy közben meg 3-tól nyomjuk a Heroes of the Storm-ot, és újvára ezért kéne előtte kajálni, meg beszélni az asszonyra, hogy akkor most hogy lesz.
Ennyi kristály, nem tudom, hogy elég lesz-e. Reméljük. Meg remélem, hogy jó irányba futok. De azt hiszem erre volt az izé. Ah, erre van az esklip. Ez a szép nagy fával. Ráírok a drágámra, hogy csinálja már nekem léci egy szendvicset, legyél már tündér. Ha nincs épp meetingbe. Kézműves. Kinek hogy telik a napja? Köszönöm szépen, nekem egész kellemesen. Készülünk édesanyámnak a szülinapját, megyünk megünnepelni. Répet, ezt már nem kell szednünk, mert abból hoztunk egy csomót, megültetjük folyamatosan. Szerencsére ott mindig van extra ilyen látás onnantól kezdve. Hol a réz oszi? És nem túljöttünk, ez már egy másik tér. Ja, mert hogy itt már mutatja, hogy 1%-on van a cucc. Viszont szerintem fejlesztettünk annyit, hogy fel tudjam szívni, nem? Nem. Hát akkor megyünk vissza. Aha, ott van a réz. Túl leszünk terhelve. Ha? Pam, 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 pam. Igen, ez többen egyébként ilyen jó gyorsan lehet. Nem tudom, hogy úgy mennyire élvezetes mondjuk, hogyha ezt négyen csináljátok, mert akkor valaki elmegy a izér, a rézér, valaki elmegy a kristályért. És így egyszerre nagyon sok mindent lehet megcsinálni. Valaki csak öntöz otthon, megcsinálja a cuccokat. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet. Ezért érdemes lesz többen kipróbálni. Na most hazacammogunk szépen. Az érdekesség az még mindig az, hogy egyébként a építs rádiótornyot, olyan nincsen rádiótornyunk. Ó, viszont már van large plot. Viszont már jó lehet. 25 növényt tudsz egyszerre növelni, vagy neveszteni benne. Ez úgy nagy, not bad. Nagyon jó ez a játék. Papi, mert nagyon szép. Hát, figyú, a művészi elképzelése, hogy milyen, azt szerintem nagyon jól megcsináltak. Hogy szép, hát figyú, időtálló lesz az biztos, mert hogy úgy van megcsinálva, hogy ilyen egész rajzfilmes, de mellette mégis szép textúrákkal dolgozik, részletes, tök jók a modellek mindenbe. De szerintem nem ez az ereje a játéknak, hanem maga az atmoszféra, ahogy játszol, a játékmechanizmusok olyan jól épülnek egymásra, minden olyan tök jól egészíti ki magát. Így összességében ez egy jó játék. Ritka, ritka a jó játék, és ez pont egy jó játék. Legalábbis véleményem szerint ez egy nagyon-nagyon jó kis game. És tök jó, hogy belerakták egyébként ezt a Game Pass-ba. Mert így sokkal több embernek elérhetővé válik. És nagyon sokan játszanak úgy multiplayer játékokat, hogy ha benne van a Game Pass-ba, akkor tolják meg, akkor tudják haverokkal
mert olcsóbb, mint benevezni a nagy drága játékokra. De ez pont olyan, amit egyedül is tök jól el tudsz játszani. Ha napi 20 percet van játszani, akkor 20 percre is jól érzed magad. Nincsen semmi, ami sürgetne. Elnézést, csak megnéztem, hogy mit válaszol, drága párom, hogy lesz a szendóm vagy sem. Kéne vizelni. Ez még kell neki egy nap. Rakjuk a kikristály dustot, ide berakjuk ezt. Így is mehetünk csúcsúzni. Nye! 23. csodálatos napunk. Remélem, hogy nincsen szopatós event. Bassza meg. Ki kellett mondanom. Hol lehet a trágya szerintetek? Köszönöm, ezeket ki kell nyírnunk. Tönkre teszik a termést. Ezen meg is vagyunk, és megpróbálunk rájönni, hogy hogyan kell trágyázni. Aha, a vizelő cucca lehet trágyázni. Na hát ez ennyire tudta levizelni, letrágyázni. Remélem ebből lesz egy még nagyobb, mert hogyha most már ilyen 12-ket tud egyébként lőni. Hogy mi az 50-eket tudunk, vagy 25-öket tudunk ültetni, akkor ez már nagyon sok lesz, mindjárt megnézem. Hogy ez melyik volt? Ez még több vizet tud, meg még több vizet tud. És nincs olyan, hogy még nagyobbat tud köpni. De, itt van. Iron part kell hozzá. Jó, máshoz mi kell? Aluminium Clear Lens Core Power, ehhez Rabijoyol kell, meg Power Core, az mind a kettőt tudnánk. Rabijoyol kell még mindig nagyon sok. Nem tudunk olyan sok Rabijoyolt csinálni pedig. Nem lenne rossz. Egy power cord, mert ezt kérte. Tiszta lencsét nem tudom csinálni.
Ebből tudunk Iron Ore-t csinálni, kettő darabot, megnézzük azt is, hogy abból mi jön ki. Itt tudunk még több vörös kristályt csinálni. Túl vagyok terhelve, de nem tudom, hogy mivel. Ja, rézzel. Kéne rezet csinálnunk, az mi kell? Semmi, csak rész. És kezdődik csókolom, csináltunk 8 rezet. Valamihez kellett nekünk rész. Aha, ehhez is ez már csak izékel. Répaolaj. Ez meg elemet kéne tudnunk csinálni. Akkor fog megint egy kicsivel több hely elfér, vagy több cucc elférni nálam. Valamihez kellett alumínium frém is, azt hiszem házat, hogyha építünk, nem? Aha, fú, hát ez minden kell. Hardwood, meg clay, meg iron frame. Ez kicsit túl sok minden kell. És nem tudom, hogy van-e értelme egyáltalán. Jó. Kell nekünk fiber. Nem tudom, hogy nincs-e valahova bedobva egy rakat fiber. Az a fura, hogyha egyszer beraksz cuccot, akkor nem tudod kivenni, csak másnap a már kész szart, szó szerint. Emiatt érdemes megnézni, hogy mi van, hogyha telepakoljuk magunkat fiberre, mennyi a maximális fiber, amiből tud ő rágyát csinálni. Csak 20 kiló. Ez egy szép nagy fa. Biztos fog adni fibert is. Ezt mi ültettük a két kezünkkel? Csak mondom. Jól emlékszem, hogy hardwood kellett. Így van. Jól. Még mindig kell neki hardwood. Ez a három darab biztos, hogy nem lesz még elég. De még kell öt. Felmegyünk, felszedjük itt a nagy fentélyeket. Clear glass, meg iron clay frame.
Ó, pont most akartam megnézni a merchantot, hogy árul-e valami hasznosat. Barn! A barn, kérlek, mondd, hogy az hasznos cucc. És igen. Lehet majd állatokat is tartani? Ez kurva nagy. Softwood kell neki 30. Szervusztok, softwoodfák. Pont nem lesz erőnk. Megnézem, hogy nincs-e itt elraktározva nekem még némi softwood. De igen. Na ez mire jó? Ez olyan, mint a shed. Olyan, mint a shed, csak jobb. Szóval itt, hogyha azt mondjuk, hogy valamit újra hasznosítunk, vagy valamit oda beépítünk, akkor ott az hasznosabb lesz. Recycle-ezem szerinted, visszakapom a nyersanyagot? Kéne megcsinálni, megcsinálom. Kaptunk 12 woodot, 12 clayt, megnézzük, hogy be tudjuk-e rakni azt az épületet oda. Azt mondja, hogy az itteni craftoló cuccokat upgrade-eli. És úgy látom, hogy igen. Akkor lehet, hogy az lesz, hogy ezeket most szépen lebontjuk. Berakjuk ide. Nem tudom, hogy úgy fejleszti el, hogy egyébként fejleszti az összes többi is, pont ugyanolyan lesz, vagy sem. Ez volt egy nyomónk. Réseket azt majd idrakom egymás mellé. Volt egy présünk. Ajjaj, ti emlékeztek, hogy mit bontottam ott le? Talán egy ilyet. Oké. Nem tudom, emlékszel, de volt egy másfél-két hete mondtam, hogy visszanéztem az RP-ket, jól emlékszem, amiatt, hogy rájöjjek, hogy kik voltak imán, és leszarrozott egy nagy szemre, hogy mégiscsak ötödik részlet, de találtam egy pillanatot, amikor mindig mosolyogva fogok visszaemlékezni. Aha. The Weathering Station, aztán gets minden. Jó. Kell nekünk egy flower press. Mi? Ebből van még egy. Color mixer.
Hiányzik-e valami? Az van, ez... Van. Ez van. Ez kim van, ez megvan. Jó, papíron megvan mindenünk. És most már új helyen. Ah, duplikálva tud dolgokat csinálni. Hú, itt viszont sok mindent nem locsoltunk meg. El kell futnom nagyon gyorsan vízért, mert mindjárt fel kell a nap. És akkor bukok egy egész napot vele. A trágyázó, a trágyázóba ezt berakom az összeset, amit tudod. A tizet tud egyszerre. Akkor ebből a trágyázóból lehet, hogy kéne többet építenünk. Oké. Okay. És most alszívom. És hát skacok, én azt mondom, hogy innen fogjuk folytatni a játékot. Én egyelőre nagyon élveztem, remélem, hogy ti is. Köszönöm szépen az Xbox Game Pass for PC-nek a lehetőséget, hogy kaptam tőlük egy hónapot a Game Passhoz is, hiszen abban is benne van ez a játék. Hogyha szeretnétek, próbáljátok ki. Én viszont most egy rövid kajcsi szünetet csinálok, és utána Heroes of the Storm-ozni fogunk. Addig pedig sok a családnak is szeretet. Trágyázat és a barba kell majd rakni. Picsába.